Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videómban, melyben egy igen abszurd kis történetre szeretném felhívni az önök figyelmét, hiszen lassan egy éve annak, hogy Ausztria megakadályozta Románia és Bulgária a Schengeni övezethez való csatlakozását. De mint láthatják, nem csak Romániát és Bulgáriát nem szerette volna Ausztria szívesen látni a Schengeni övezetbe, de ezt a határzárat, ezt a határsorobbót, ezt Ausztria és Magyarország határára egy határ átkelőhöz állította fel, méghozzá olyan céllal, hogy elzárja az átkelés lehetőségét azok elől, a magyar ingázók elől akik egyébként Ausztriában vállalnak munkát majd ezt bevittek még egy kis csavart, és gyakorlatilag 60 ezer forintnak megfelelő euróért válthattak bérletet az itt átkelők, egészen döbbenetes módon, hiszen az az út, ami gyakorlatilag Ágfalvától Sonfalváig vezet, uniós pénzen készült el, mégis a lehetőséget azt elvették gyakorlatilag az erre közlekedőktől, és láthatják, hogy itt este egész egyszerűen nem tud átkelni senki Ausztria területére. A szomfalvai önkormányzat döntése alapján gyakorlatilag július 1-től ez a határátkelő csak kivétes esetekben használható, külön engedéllyel, és reggel 5-től 8 óráig, majd délután 16 órától 19 óráig van lezárva, de mint láthatjuk, lassan 8 órához közeledünk, 20 órához, és mégis le van zárva ez a határ, mégsem lehet rajta átkelni, ami azt gondoljuk, hogy elég aggályos, és több tüntetés is volt tartva az ősz folyamán itt, hiszen egész egyszerűen az emberek szabad mozgását és a munkerőszabad szabad áramlását korlátozza, ezek alapvető uniós jogok lennének, így több magyar állampolgár, Kozma az alapvető jogok biztosához fordult, aki aztán megkereste osztrák kollégáját, és egy bécsi látogatás alkalommal egyeztettek erről, de mint látjuk, kevés sikerrel, hiszen ez a határátkelő, ez jelen pillanatban most sem használható. Ez már csak azért is egészen döbbenetes, mert a még Magyarország déli határát látjuk, hogy több százezer migránsos romolja, és gyakorlatilag árkon-bokron keresztül jönnek be az országunkba. Addig mi európai állampolgárokként a Schengeni övezeten belül sem tudunk közlekedni, hiszen egész egyszerűen egy ilyen diszkriminatív döntéssel a magyar állampolgárokat degradálják ezzel, és azokat az ingázókat próbálják meg gyakorlatilag egy igen nagy kerülőútra rábírni, akik napi szinten Ausztriába járnak munkát vállalni. 2004-es Európa Unióhoz való csatlakozásunk alkalmával azt mondták az akkor regnáló politikusok, hogy bárkinek lehet majd Bécsben cukrászdája. Hát nem, hogy Bécsben nem lehet cukrászdánk, de mint látjuk, át sem léphetünk gyakorlatilag személyautóval ezen a gúnyhatáron, hiszen egész egyszerűen elzárták ezt előlünk. Mi azt gondoljuk, hogy a jó szomszédi viszony megkívánná azt, és az Európa Unió alapelvei megkívánnák azt, hogy nem gátolják az emberek szabad mozgását, hiszen éppen elég baj az nekünk, hogy gyakorlatilag megcsonkították az országunkat. A Schengeni határokkal talán élvezhetük volna a szabadságot, de mint ahogy a mellékelt ábra is mutatja, sajnos ez a szabadság jelenleg is igen erősen korlátozva van. Helyi és környékbeli lakosok kerestek meg minket végső elkeseredésükben, azért látogattunk el mi is erre a határátkelőre, átkelőre, hiszen egész egyszerűen megbénítja, el lehetetleníti a mindennapjaikat, óriási kerülővel tudnak csak kimenni Ausztriába dolgozni. Éppen ezért a aktuális döntéshozók, ha nem nagyon értek el eddig sikert, akkor megpróbálunk valahogy mi is beszállni ebbe a játszvába, hiszen egész egyszerűen a mi hazánk mozgalom azt gondolja, hogy az uniónak rengeteg hátulütője van, de a Schengen élvezethez való tartozás az pont az előnye kéne, hogy legyen. Az előnye kéne, hogy legyen, de csak akkor, hogyha két tagország között háborítatlanul át lehetnek elni. Ez most láthatjuk, hogy sajnos jelenleg nem így van. Mi viszont, ha nem is örülünk annak, hogy Ausztriába jár a magyarok egy része dolgozni, talán ez mindig a jobb verzió annál, mint hogyha végleg elköltözne Magyarországról. Éppen ezért, hogy az ő dolgokat megkönnyítsük és segítsünk rajtuk, a hatóságokhoz fogunk fordulni, hogy ez a határátkelő éjjel-nappal non-stop használhatóvá váljon.